Köszöntöm kedves nézőinket a Kalocsa TV szerdai híradójával. Elkerülhetetlen, a parkgondozó Kft. Költözéséről tárgyaltak a Városházán. Egységesen 3000 forint, már megvehetők a szabadtéri színpad előadásaira a jegyek. Bozsik program tavaszi fejezet, gyermekfocisták lepték el a városi sporttelepet. Költöznie kell a parkgondozó Kft.-nek, ebben egyetértettek a képviselőtestület tagjai, azonban az új telephely megszerzésével kapcsolatban már nem, amely egyébként az állami tulajdonú Fogtai úti laktanyában található területrész. Városunk képviselőtestülete kedden tartott rendkívüli ülést, amely során többek között a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Telephelyének áthelyezését tárgyalták. A városvezetés még február 11-én tartott képviselőtestületi ülésen döntött arról, hogy területigénylést nyújt be a magyar állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlan részre, amely a Fogtai úti laktanyában található. Ez a területrész lenne ugyanis a Parkgondozó Kft. Új telephelye. Dr. Bálint József az azóta eltelt közel két hónap ügymenetével kapcsolatban a következőkről nyújtott tájékoztatást a képviselőtestületnek. Van egy belső kormányhatározat, hogy ingyenesen nem adhatják az önkormányzatnak oda. Ez engem meglepett egyébként, és kértem az országgyűlési képviselőt, hogy nézzen utána, mert nem véletlenül hoztak törvényeket. Ha a kormány nem tartja be, akkor is alaptevékenységről van szó, kötelező feladatról magyarul, akkor hatályon kívül kell helyezni, és kész, nincs ezzel baj. És annyit közöltek velem akkor a titkárságról, hogy természetesen abba a partnerek, hogyha meg akarjuk vásárolni, vagy cseleingatlant, ajánljunk föl. Mutatott rá Kalocsaváros polgármestere azokra az új fejleményekre, melyek a képviselőtestület döntését igénylik az ügyben, hiszen a témához köthető előterjesztésben két ingatlan felajánlását nevezték meg. Ez szerint a Szent István Király út 1-3 szám alatt található úgynevezett kanonok házát ajánlanák fel, ahol jelen pillanatban a Kalocsai Járási Hivatal, földhivatali osztálya, illetve egyéb irodahelyiségek, valamint lakások találhatóak. Amennyiben ezt az ajánlatot visszautasítja az állam, akkor ebben az esetben jönne szóba a Kossuth Lajos utca 22 szám alatti ingatlan, vagyis a könyvtár épülete. Dr. Bálint József hozzátette, hogy a földhivatal épületét szeretnék első számú opcióként megnevezni a cserében, amely ha adott esetben létrejön, az intézmények akkor is maradnának a helyükön. Ez ellen egyébként az ott székelő intézményeknek sem volt ellenvetése. Török Ferenc a Fogtai úti laktanyában található már említett területrészen fekvő épületek kérdéses állagát fejtegette a csere kapcsán, mivel az önkormányzati képviselő szerint jelentős mennyiségű anyagi ráfordítást igényelne a telephelyi alakítás. Dr. Angeli Gabriella, mint a Jogi Ügyrendi és EU Kapcsolatok Bizottságának elnöke elmondta, hogy az általa vezetett bizottság nem támogatja az előterjesztést, mivel bizonytalan a Szent István Király út 1-3 szám alatt található ingatlanban lakók helyzete. Erre a képviselő asszony a következő választ kapta. Ha a magyar állam azt mondja például, hogy az önkormányzati lakásban lévő lakóknak oldja meg az önkormányzat a helyzetét, akkor, mint a polgármester is elmondta, ez még egyszer vissza fog kerülni legalább egyszer, végső döntésre a testületre, de szerintem lesz ebből többkör is. Akkor a testület tud benne dönteni, hogy így vállalja-e, vagy nem vállalja-e. Ugyanez vonatkozik a másik és a pártok elhelyezésére. Kérdés, hogy a magyar állam hogy kívánja a cserét lebonyolítani. Egyáltalán akarja ezt az ingatlan csereként. Dr. Filvi Géza a Parkgondozó Kft. Költöztetésének elkerülhetetlenségét hangsúlyozta, ugyanakkor hozzátette, hogy amennyiben a földhivatal épületen nem kerül bele a csere felajánlásba, akkor rövid időn belül annak felújításával számolni kell, ami jelentős anyagi ráfordítást jelenthet. Simon Zoltán az ellentételezés bizonytalanságára mutatott rá, miszerint az önkormányzatnak még mindig van esélye arra, hogy az igényelt területrészt térítésmentesen megkapja a magyar államtól. Végül tehát a tárgyalási folyamat megindításáról határozott a képviselőtestület, magáról a cseréről később döntenek, amennyiben erre sor kerül, illetve az állam elfogadja azt. Az előterjesztést így 11 igennel és egy tartózkodással elfogadták a képviselők. Az április 5-i képviselőtestületi ülést teljes egészében vágatlanul április 8-án pénteken este 10 órától, valamint április 11-én hétfőn reggel 8:30-tól láthatják. 3000 forintos egységes áron már megvásárolhatók az érsekkerti szabadtéri színpad előadásaira a jegyek, legalábbis azokra, amelyekkel kapcsolatban már mindent leegyeztettek az érintettek.
Világhírű Broadway musical a kalocsai szabadtéri színpadon. Így hirdetik a Pannon Várszínház által június 26-án, eső esetén 27-én bemutatásra kerülő Hegedűs a háztetőn című musicalt, melyen közreműködik majd a Budapest Klezmer Band. Ez egy óriási rendezvény. Erre megkezdtük már a jegyeknek az árusítását. Itt lehet nálunk venni a művelődési központban, illetőleg interneten is, még most nem, de a későbbiekben igen. Amit még érdemes tudni, hogy a jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, az előadás pedig este 8-kor kezdődik majd, és nagyjából 2 órás lesz. Tehát egyelőre a Kulturális Központ irodájában, a Volt Tiszti Klub emeletén lehet érdeklődni, hétfőtől csütörtökig 8-tól 16 óráig, pénteken pedig 8-tól 14 óráig, vagy a 78-as körzet 600-777-es telefonszámon. A következő esemény július 30-a lesz, amikor egy P-Mobil koncert lesz itt, egy motoros találkozóval együtt lesz, és ennek egy előzenekara is lesz, az Ózon Mama. Ez úgy szintén 3000 forintos jegy, és ezt is meg lehet már venni itt nálunk. És lesz még egy koncert, aminek egyelőre csak az időpontját lehet tudni, pontos részleteket és jegyárakat még nem, de az már biztos, hogy fel fog lépni az érsekkerti színpadon a banda. Ez azért érdekes, mert az egy olyan rendezvény lesz, ami egy nagy fesztiválnak a egyik rendezvénye. Nem régi a dolog, most került rá pont. Ugye augusztus 19-e, 20-a Kalocsán a Szent István napok. És ennek a keretében közkívánatra, mert annyian gyomroztak, hogy csuda, hogy legyen már, egy Lord koncert lesz. A programok kapcsán arra is rákérdeztünk, hogy mekkora a nézőtér befogadó képessége. Mint megtudtuk, több mint 800 ülőhely van, de a széksorok mellett állni is lehet, így körülbelül 1000 fő kényelmesen elfér majd itt egy-egy rendezvényen. A kalocsai ökoponton keresztül ezentúl minden érdeklődőnek lehetősége lesz részt venni a Paksi Atomerőmű ingyenes látogató túráján szervezett formában. A program keretében szakavatott idegenvezető kíséretével járható végig a központ kiállítása és az üzemi terület. Éves szinten 19 alkalommal lesz lehetősége Kalocsaváros lakóinak arra, hogy teljesen ingyenesen látogatást tegyenek a Paksi Atomerőműben. Szöke Imre tanár úr, a Szent István Gimnázium tanára szervezi ezeket a kirándulásokat, ő kíséri el a csoportokat. Évente 12 alkalommal diákoknak szerveztek eddig utazásokat, és a fennmaradó néhány alkalommal pedig a felnőtteket is szívesen látják. Amennyiben a diákcsoportoknál van szabad hely, természetesen a felnőtt látogatóinkat is várjuk. Ugyanis az atomerőmű üzemlátogatása csak csoportok számára elérhető, melyek elindításához legalább 16 fő jelentkezésére van szükség. Ezért egyéni érdeklődők esetében meg kell várni egy csoport létrejöttét, amelyhez az előre egyeztetett időpontban be tudnak majd csatlakozni. A Paksi Atomerőmű ingyenesen biztosít buszt számunkra. Itt az ökopont iroda előtt lehet felszállni ezekre a buszokra, elviszik a látogatókat Paksra, megnézhetik az erőművet és a kiállítóteret, és megvendégelik őket egy finomabb étel. A programról bővebb felvilágosítást az ökopont Kossuth utcai épületében, vagy a 30-336-77-60-as telefonszámon kaphatnak az érdeklődők. Az OPRE Roma Cigány Demokrata Néppárt nemrégiben egy népszavazási kezdeményezést nyújtott be, amellyel szeretnék megvalósítani az alanyi jogon járó jövedelem bevezetését. Március végén már több országos médiában is olvasható volt, hogy az alanyi jogon járó 100, illetve 200 ezres jövedelemmel kapcsolatosan népszavazási kezdeményezést nyújtott be az OPRE Roma Cigány Demokrata Néppárt. Ezt szerettük volna, hogyha a Nemzeti Választási Bizottság hitelesíti, és elindulhasson a 200 ezer szavazatnak az aláírása, amely után az országgyűlésnek kötelező jeleket ki kell írni ezt az országos népszavazási kezdeményezést. A párt kérelme azonban első körben nem járt sikerrel, hiszen a bizottság visszadobta a kezdeményezést. Én úgy érzem, és természetesen meg fogjuk fellebbezni, mert úgy érezzük, hogy ezek abszolút ilyen mondva csinált, kitalált okok miatt dobták ezt úgymond vissza. Egyrészt az alkotmány sértésre hivatkozik, de mi úgy gondoljuk, hogy a népszavazás egy olyan fajta kezdeményezés, amelyek a demokráciának, vagy így is mondhatnám, hogy népuralomnak legjobban kifejező közvetlen eszköz.
A párt alanyi jogon járó jövedelem bevezetésére tett törekvései nem egyedülállóak Európában és a nagyvilágban, hiszen Hollandiában, Finnországban és Kanadában is tervezik kísérleti jellegű bevezetését. Többek közt pizzát sütni és spagettit főzni hív minden érdeklődőt a Kossuth Zsuzsanna középiskola április 15-én, amikor az országban a szakiskolák együtt rendezik meg a szakmák éjszakáját. Ezt a megmozdulást először szervezik meg hazánkban, és a kalocsai intézmények rögtön csatlakoztak a programhoz. A Mócsi utcai tanétterem és tankonyha adja a helyszínt a kalocsai Kossuth Zsuzsanna középiskola szakmák éjszakája elnevezésű programjának. Az intézmény szakács és pincér tanulói itt végzik a gyakorlati óráikat évközben, ezért is választották ezt az épületet ahhoz, hogy érdekes programokon keresztül mutassák be az ott tanulható szakmákat, és most a résztvevők azokat ki is próbálhatják. A rendezvény jövő héten, pénteken április 15-én este 6 órától 10 óráig tart. Az iskola számtalan érdekes előadással és gyakorlattal várja a látogatókat minden korosztályból. Az egészségügyi területen elsősegélynyújtásban, illetve csecsemőgondozásban kaphatnak ismereteket és tehetik próbára az ügyességüket. Az elsősegélynyújtásban a kalocsai kórház lesz a partnerünk. A vendéglátás területén pedig készülünk a gasztronómiai kalandozások programmal, ahol az olasz, az orosz, a francia, az angol és természetesen a magyar konyhába invitáljuk meg a vendégeinket. Az évben sokféle különleges éjszaka van, például a múzeumok vagy a kutatók éjszakája, amikkel már korábban Kalocsán is találkozhattak az emberek. Azokhoz hasonló lesz a szakmák éjszakája is, hiszen a fő cél az, hogy az ide látogató fiatalok közelebbről is bepillantást nyerjenek a szakmák titkaiba, és talán sikerül azt is eldönteniük az est folyamán, hogy mit szeretnének tanulni. Nem csak látványként, hanem ők maguk is készíthetnek spagettit, bolognai spagettit, illetve készíthetnek tavaszi salátát francia módra, vagy süthetnek gundel palacsintát. Itt maga az interaktivitás az, ami hangsúlyt kap, ugye, hogy próbáld ki önmagadat, ismerd meg azt, hogy te mire vagy jó, illetve miben vagy jó. A szakmák éjszakájához a Bajai Szakképzési Centrum másik iskolája, a Dózsa György Középiskola is bekapcsolódott. Ott is hasonló színes programokat ígérnek a szervezők, szintén a Mócsi utcai gyakorlati helyükön, ahol az intézmény képzési kínálatát mutatják be. Idén is megtartották a területi mesemondó versenyt a város és a környék óvodásainak. Most 14 gyerek állt a zsűri elé, hogy bebizonyítsák, valóban ők a legügyesebbek. Az intézményekben minden évben először házi versenyt tartanak, és innen jutnak tovább azok, akik ott a legjobban teljesítenek a területire. Ezt mindig a Csokonai utcai tagovoda bonyolítja le, ahogy most is. 1997 óta tartjuk a területi mesemondó versenyt. Ez most már ugye 19. alkalommal tudjuk megszervezni. Ezt azért is a mi óvodánk vállalta föl akkoriban, mert az anyanyelvi nevelést, a kommunikációt a mi óvodánk jelölte ki kiemelt feladatának, sajátos arculatnak. Az idei évben Kalocsa szinte összes óvodájából, valamint Dunapatajról, Fogtőről, Soltról és Kissoltról is érkeztek 5-től 7 éves korig gyerekek. Egymás után mondták a meséiket cicáról, rókáról, nyúról, csacsiról, királyról, kívánságokról, kőről és sok egyébről. A zsűri pedig értékelt. Figyelte a hangsúlyt, hogy mennyire érti a gyerek, amiről mesél, hogy tudja beleélni magát, és hogy mennyire tudja átadni a mesét. Természetesen fontos az, hogy egy kisgyerek hogy áll ki, hogy ül le ide a mesemondáshoz, hogyan tud szemkontaktust tartani a közönséggel, vagy akár a zsűri tagokkal, mennyire tud artikulálni, mennyire érthető a beszéde, mennyire játszik a hangjával. A mesék után az ítészek elvonultak dönteni, végül pedig kihirdették az eredményeket. A versenyen 3 külön díj született, ezeket Bataréka Csokonai, Fejes Bence Bemapó és Faragó Mira dunapatai óvisok érdemelték ki. A képzeletbeli dobogó 3. fokára Sztakó Zalán állhatott a Kunszt utcai óvodából. Kiskacsák ezt meghallották, kacsamamát szíróvatták. Most az egyszer jól vannak, itt a fiatalmam. A kis tóba, a kerek tóba, vidám élet van azóta. Második lett Nics Ákos a Solti óvodából. Elkiáltotta magát a kismac. Forró vizet a kopaszra, a kopasz megijedt, kiugrott a többi alatt, a farkasok lepogyogtak,
kinek a nyaka törzse, kinek a lába. Végül pedig a legjobban Fekete Blanka teljesített, szintén a Kunszt utcai óvodából. Megkérték a nyuszit, hogy királykodjék felettük. A tapsi füle szépen megköszönte, hogy rá gondoltak, de ő sem fogadta el a királyi rangot. De természetesen minden gyermek kapott emléklapot és egy mesekönyvet is a részvételért. Az egyik legmodernebb konyhája lesz Fogtőnek a környéken, ha elkészül, mely több mint 30 millió forintból valósul meg. A fejlesztés költségeit önerőből és a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány segítségével fedezte a Dunamenti település. A pár hónapja készített fotókon jól látszik, hogy szinte teljesen szétverték a fogtői konyhát a szakemberek, és most arra már szinte mindent kicseréltek. Igaz, két éve egy kisebb felújítást már végeztek ott, de a hatóságok jelezték az önkormányzat felé, hogy szükség lenne egy alaposabb rekonstrukcióra is. Teljesen modern nyilászárokat kapott, teljesen új burkolatot, teljesen új vezetékrendszer, teljesen minden új, amit lehet képzelni, sőt a konyhatechnikai eszközöknek a 90%-a is teljesen új lett. Egy ilyen 21. századi konyhát csináltunk. Szükség is volt egy korszerű konyhára, hiszen a faluból sokan viszik onnan az ebédet. Pár éve még csak alig 100 adagot főztek naponta, viszont ez az elmúlt időszakban megduplázódott. A mesterek két hónapig dolgoztak a helyiségekben, addig Benedekről szállították az ételt, de lassan visszaállít is minden a helyére. 220-240 főre főztünk ételt. Fogtőn, ebben természetesen nem csak az iskolások, óvodások vannak benne, hanem benne vannak a szuszás étkezők, és a felnőtt lakosság is örömmel jött vissza hozzánk. A település a felújításra először egy országos pályázaton keresztül próbált anyagi forráshoz jutni, de sajnos nem sikerült, ezután adta be az igényét a Paksi Atomerőmű Alapítványához, ahol 18 millió forintot nyert el. Azt egy jelentősebb összeggel kiegészítette, és februárban elkezdték a munkákat. A tervek szerint egy héten belül befejezik, és utána ismét itt főznek majd a fogtőiekre. Kalocsán hétvégén vette kezdetét a Bozsik program új tavaszi fejezete, melynek keretein belül rengeteg 14 év alatti gyermek futballista üzte kedvenc sportját a városi műfüves pályákon. A Bozsik program már évek óta a Magyar Labdarúgó Szövetség egyik legmeghatározóbb programsorozata, amelynek alapkoncepciója az, hogy 14 évnél fiatalabb gyermekekkel megszerettessék a futballt. Ebből kifolyólag nem a teljesítmény alapú versenyeztetés, hanem az örömfoci a legfőbb célkitűzés. Ennek keretein belül került sor szombaton a Kalocsai Sportelep futballpályáin egy foci fesztiválra, amelyen nem csupán a Méhecskék SE fiataljai, hanem más környező települések utánpótlás játékosai is részt vettek. Mindig ilyenkor derül ki, mikor ide jönnek a csapatok, hogy hány gyerek van, hány csapat van, és az mellé még különböző egyéb feladatokat kell nekik fölrakni, kitalálni, hogy tényleg jó érezzék magukat és játszanak egész délelőtt. Ezért a másik része, aki nincs fent a műfős pályán, az itt a másik térfélen különböző játékokkal, ügyességi feladatokkal tölti azt az időt, amíg nem a pályán játsz a gyakorlati mérkőzését. Akadtak is bőven futballszerető gyerekek, hiszen érkeztek Dunapatajról, Fajszról vagy éppen Bajáról is. Az időjárás kezdetben ugyan nem volt túlzottan kegyes a programhoz, hiszen szeles, hidegebb időben rajtolt a rendezvény, azonban ez a fiatal futballistákat szemmel láthatóan a legkevésbé sem zavarta. Megállás nélkül folyt a játék. Ilyenkor az egész Méhecskés stábnak ugye egy egész délelőtti elfoglaltságot jelent ez a fesztivál jellegű rendezvénysorozat. Sőt, nagyon sokszor, mint hogy most is, a ide érkező csapatok kísérőit, edzőit is be kell fognunk, és ez a fesztivál kiírásnak az egyik eleme is, hogy ő nekik is be kell szállni, és be kell segíteni a szakmai munkába a mi irányításunk alatt. Ennek jegyében minden helyszínen legalább egy edző felügyelte és irányította a játékot. A mozgalmas programok során a nap végére aztán még az olykor fáradhatatlannak tűnő gyermekfutballisták is kissé kimerülten, azonban annál boldogabban, tele élményekkel hagyták maguk mögött a pályát. Köszönjük figyelmüket, Önök a Kalocsa TV szerdai híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb pénteken jelentkezünk. Híreinket megtekinthetik honlapunkon és a kalocsatv.hu weboldalon. Viszontlátásra!